pár évtizedes ugrással ragadtam ki a fő vadgazdálkodási szempontból fő vadfajok. Halászat, vadászat, madarászat címmel tartottak konferenciát Szekszárdon a Vármegyeházán. A találkozó célja az volt, hogy a fent említett három ősi tevékenység múltját és jelenét bemutassák az érdeklődőknek. Király István az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei titkára a vadgazdálkodásról tartott előadást. Tulajdonképpen próbáltam, ugye ez 50 évről beszélünk, de természetesen lesz, ahol egy kicsit mélyebbre nyúlok vissza. De tulajdonképpen egy mi volt és mi van mostani állapotot a megye vadgazdálkodását illetően, lehet, hogy ez lesz a legszárazabb téma az összes többihez képest, viszont egy kicsit úgy képbe rakja akár a vadászainkat is, meg a témában laikus hallgatókat is. Király István azt is hozzátette, azt tapasztalják, hogy átalakulóban van a vadgazdálkodás. Az apró vadállomány egyre nagyobb mértékben tűnik el Tolna megyében, míg a nagy vadállomány növekvő tendenciát mutat. A titkár azt is elárulta, hogy a vadászterületek száma mérsékelten nőtt az elmúlt években, a vadászok száma pedig nagy mértékben emelkedett a megyében. Igaz, hogy a vadgazdálkodásnak történelmi hagyománya van ebben a térségben, de természetesen ehhez kapcsolódik a halászat, horgászat tevékenysége is, szintén több évszázados, és hát a természetvédelem, ami ehhez képest egy kicsit fiatalabb történelmre tekint vissza, is igen jelentős, nagy jelentőséggel bír, hiszen ezek a tevékenységek egymással közösen, közös célt valósítanak meg. Az eseményen bejelentették, hogy Kocsner Antal, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei területi szervezetének elnöke nem indul újra az elnöki posztért. Az 1979 óta végzett áldozatos munkájáért az Országos Magyar Vadászati Védegylet Magyar Vadászatért érdeméremmel tüntették ki.